Kedves nézők, ahogy ígértük, televíziós történelmi pillanatok következnek nem is olyan sokára a Keletbrezben jóvoltából. Sziasztok! Rögtön itt a karácsonyfa alá csöppentetek. Nem tudom, hogy mennyire vagytok már karácsonyi hangulatban, vagy esetleg készülöttök-e már az ünnepekre? Szia! Hát én megmondom neked őszintén, még egyáltalán nem. Nem is nagyon volt időm rá ebbe így belegondolni, hiszen most egy elég hosszú munkálatokon estünk túl. De most már szerintem az fog következni, hogy egy igazi karácsonyi hangulat legyen meg a zenekarban. Igen. Hát ugye lesz majd egy koncertetek, így gyakorlatilag félúton, ugye a mai nap és karácsony között, erről is beszélgetünk majd, de elsőként inkább arról beszéljünk, hogy készítettetek egy saját dalt, ha lehet ezt mondani, ének nélkül, amelynek egy videóklipje is elkészült, és úgy gondolom, hogy ez is egyedülálló, hogy egy brass band ugye saját dalt komponál. Mi volt a motiváció? Hát igen, itt ez Magyarországon teljesen egyedülálló dolog. Mindenképpen szerettünk volna már egy ideje saját szerzeményt. A motiváció az, hogy külföldön ez nem egyedi dolog, szóval elég sok híres brass bandnek van saját dala. Úgyhogy mi ezt próbáltuk meg elérni, és akkor majd el is árulom, hogy gyakorlatilag már a címe az, hogy Arrival, hogy az érkezés. Mikor elkezdtem írni a dalt, akkor már tudtam, hogy ez lesz a címe, hiszen szerettem volna a Keletbrezbenet elérkeztetni egy olyan szintre, ahol el tudjuk azt mondani, hogy van egy saját számunk. Mennyi idő alatt készült el mondjuk fejben, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy ez gyakorlatban, és most már nézők itt látnak felvételeket a klipből? Hát igen, a dalírás az 5 hónapon keresztül tartott. Azt be kell, hogy valljam, hogy nem siettettem a dolgot, szóval nem kakottuk el. Amikor volt szabadidőm, írtam, aztán 2 hónapon keresztül próbáltuk be, és onnantól már így gyorsan ment a dolog. A stúdió felvétel az egy nap volt, utána ennek a maszterelése még egy nap, keverése még egy nap, és a videóklip felvétele pedig az is egy teljes nap volt. A zenekar az teljesen elfogadja, hogy egy dal olyan, amilyen, amikor elkészül, vagy akkor még azért szeretnétek rajta valamit csiszolgatni? Nem volt túl nehéz elfogadni, mert alapvetően mindannyiunk tetszését elnyerte ez a stílus, és nagyon örültünk neki, hogy van ez a dal. Aztán persze a próbákon volt még egy-két apró ötlet, és igazából az volt a dolgunk, hogy ezt minél jobb szintre elhozzuk addigra, amikor a stúdióba el fogunk menni. A klipnek az ötlete volt inkább az, amit azt mondhatom, hogy közös volt. Egy kicsit ilyen próbákon így összedugtuk a fejünket, és hogy hogyan is legyen ez a klip, meg a klipnek maga a sztoria, hogy azért kapcsolódjon a dalnak a címéhez. Ezt ugye mindjárt meg is fogjuk nézni. Hát azt valahogy, ugye az ember úgy gondolja, hogy aki színpadon van, az jó színész is biztos, meg hogy a zenekarok előbb-utóbb azok teljesen természetességgel mozognak akár egy klipben is, de azért mégis ez egy szakma, ugye? Egy különleges műfaj. Furcsa volt most ez a klip forgatás számotokra, vagy nagyon jól éreztétek benne magatokat? Szerintem elmondhatjuk azt, hogy nagyon jól éreztük magunkat közben. Akikkel forgattunk, debreceni páros, Gál András és ifjabb Gál András, ami a fia, dolgoztak ezen a dolgon, és iszonyatosan jó hangulatot teremtettek ők is, a zenekar is, összepászoltunk, úgyhogy egy tök jó estét, hát egy tök jó egész napot töltöttünk együtt. És a végeredményen akkor mindenki elégedett. Hogy volt? Igen. Leültetek popcornnal és megnéztétek együtt? Vagy pedig már kis részleteket korábban is megnéztetek a klipből? Hát folyamatosan követtük a munkálatokat. Ugye azt hiszem, hogy 3 verziót is megnéztünk, igen. Mire eljutottunk arra a pontra, hogy na most ez így tökéletes. Van egy ilyen, nem titok, van egy ilyen zárt csatornánk, ahol a interneten tudunk kommunikálni egymással, és akkor ott azért elég sok beszélgetés lezajlott, mire a végső formáció megszületett. Igen, látjuk közben itt a fotókat is, amelyek készültek, tényleg ilyen nagyon jó hangulatú
tiszta szupersztárok vagytok, mondjuk már amúgy is, de így vizuálisan is ezt most teljesen megerősítettétek. És akkor december 14-én valószínűleg ez egyfajta karácsonyi ajándék ugye tőletek a rajongóitoknak, hiszen egy nagyszabású koncertet szerveztek. Mit kell erről tudni? Lesz-e még meghívott csapat? Hol játszotok? Az a helyzet, hogy a Karma Pirin nevezetű híres nyíregyházi zenekar a szervezője ennek a koncertnek, és nagyon jó kor és nagyon jó időben kértek fel minket, hogy játszunk egyet ezen az estén. A harmadik zenekar is fog játszani, a Szia Anya nevű nyíregyházi együttes, és nekünk ez tökéletes arra, hogy bemutassuk most ezt a klippet élőbe is, úgyhogy most erre készülünk egy ilyen koncert premier címszó alatt, hogy most megmutathassuk a nyíregyházi közönségnek. Akkor ott tesztelitek tulajdonképpen a közönséget, mert kevés ilyen van, amikor egy zenekar gyakorlatilag egy nagy plénum előtt látja, hogy milyen a visszajelzés, hogy mennyire tudja átadni azt az érzést, amit akár mondjuk... Kíváncsiak is vagyunk. Ki akartatok váltani a nézőkből. Nos, és akkor utána azért csak lesz egy kis pihi, ugye a karácsonyfa alatt, meg januárban még úgy magunkhoz térünk a kajakkómából és mindenféléből, és aztán ti megint csak nyakatokba veszitek azért a hangszereket, és jön egy újabb koncert. Turné? Mondhatom ezt? Így van, hát most akarunk mi is egy kicsit azért pihenni, új számokat kidolgozni, azért már meg vannak írva az új átiratok, csak még nem tudjuk, úgyhogy erre kell egy pár próba, mire összeszedjük így ezeket a dolgokat, és február végén lesz egy szülinapi koncertturnénk, amit szeretnénk Nyíregyházán, Debrecenben, most szervezésben van Eger, és Miskolcon megejteni. És akkor természetesen az Arrival-t is visszük magunkkal, és az új számokat, amiket a következő szezonra tervezünk. És lesz-e új klip esetleg, vagy hasonló saját szerzemény a jövőben, mondjuk 2019-ben? Hogy tervezitek? Hát jó kérdés. Igazából én a srácokkal még erről nem is beszéltem, de nekem már vannak terveim. Mindenképpen szeretnénk, és én úgy gondolom, hogy ez a nyár közepére meg is lesz.